Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a farkassuki művésztábor 10 napja alatt szinte reggeltől estig zajlott a munka. Természetesen az ott tevékenykedő amatőr művészek ezt egy pillanatig sem nehezményezték, hiszen a szép környezetben és a jó társaságban még az alkotás is könnyebben ment. A tábort birtokba vevő művészek 18 fős serege akár nemzetközinek is nevezhető, ugyanis nem csak az ország különböző régióiból, de a határon túlról, Marosvásárhelyről és Pozsonyból is érkeztek résztvevők. A telep művészeti szekcióin belül a fémszobrászat mellett a festészet, a grafika és a fafaragás is helyet kapott. Igazából az a sors azt a véletlen és nagyon érdekes helyzetet adta elém, hogy én 95-ben egy alkotótelepre kerültem a civil szakmámmal kapcsolatban. Én ott főzök művészekre, egy alkotótelepen, a mezőtúri alkotótelepen. És akkor onnantól kezdve mondom én azt, hogy kapcsolatba kerültem Isten igazából az alkotással, mert ott kaptam bátorítást. Onnantól számítom azt, hogy végülis egy nagy svunggal elkezdtem dolgozni. Mi a véleményed az ilyen táborokról? Mennyire motiválják a résztvevőket? Nagyon-nagyon izgalmas dolognak tartom, és nagyon hasznosnak, mert látja az ember a másik munkafázisait, rengeteget lehet tanulni, rengeteg kapcsolatot lehet kiépíteni. Nagyon-nagyon hasznos, és nagyon szeretem. Mivel 10 napos alkotótelepről van szó, így át kell gondolni, hogy tehát meg kell csinálni ennek rendesen a beosztását, és akkor nyilván a tábor elején azokkal a dolgokkal érdemes festőként foglalkozni, amelyek biztosan megszáradnak, mire el kell indulni innen hazafelé. Tehát olajfestményekkel kezdtem én legalábbis, és egy pár nap múlva már át fogok térni valószínű olajnyomatra, tehát présgéppel, papírra, olajjal, mert ugye az annak elég egy-két nap és szállítható. Ez is egy fontos szempont. Saját önálló kiállításom még nem volt, mert nagyon pénzigényes. És amatőr alkotóként ugye ennek általában hiány van az ember. Közös kiállításokon szereplek rendszeresen, most már azt elmondhatom. Megyei országos pályázatokra adok be munkákat, hál' Istennek sikeresen szereplek. Kastélyszállóban volt már meghívásos közös kiállításon képem. Föltűnök itt ott az országban. Megtisztelés az, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok együtt, mert szerintem nagyon szorgalmasak és elég szép munkákat készítenek. Úgy gondolom, hogy teljesen indirekt módon alakul a program. Én hagyom azokat a terveket, azoknak a terveknek a megvalósulását, amikkel ők idejöttek. És mindenkinek abban próbálok segíteni, amit alkotni szeretne. Egészen biztos, hogy mint ahogy minden közösség szubjektíven alakul, hogy milyen a hangulat. Én nagyon nagy szerencsének tartom, hogy az előbb is említettem ilyen emberekkel együtt dolgozni, mert mindenképpen inspiráló erő az alkotó erejük egymás számára. Én most Erdélyben nagyanyeden készítek egy angol királyról, első Györgyről egy életnagyságnál nagyobb mellszobrot, a majd 400 éves Bethlen Gábor kollégiumnak, és hát ezen dolgozunk most nagyanyeden. 32 évig voltam a Lencsi Váci Mihály gimnázium igazgatója, gyerekkorom óta mintázok, Abaújba ismerkedtem meg a rakacai szürke márvánnyal, és 70 óta abból faragom a szobraimat. Ide Lajos barátom, amelyik hívtak meg, akikkel legalább 20 éves kapcsolatunk van, képzőmészeti kapcsolatunk. Itt Ózon is volt szoborkiállításom, régen, 80-as években. Reméljük, hogy lesz majd most is, újabban is. És itt most nekem a legnagyobb sikerélményem az, hogy a fafaragók hozzákezdtek majdnem, mint követ faragni. Úgy volt, hogy egyedül ezek itt kőfaragó, szóval lassan elfaragják előlem a követ. Az az igazság, hogy nekem otthon a faragási feltételeim jobbak, mint egy táborba itt. De ott nincs az a 20 ember körülöttem, akik inspirálnak az alkotásra. Én egy ilyen 10 napos vagy 2 hetes táborba több szobrot faragok, mint otthon egész évben. A magány az nem igazán ösztönzi az embert. Az ötletek megvannak, megmaradnak, és egy ilyen táborba, hogyha kész ötletekkel jön az ember, akkor a társaknak a egyszerűen jelenléte, érdeklődése, nyitottsága, a szelleme, az motiválja úgy az embert, hogy nagyon intenzíven dolgozzon. Követ csak szabadba lehet faragni. Ez a rakacai szürke márvány,
ami bizonyára álltak, hogy csodálatos szép eredetű kő, ez nagyon rosszul faragható. Csak gépekkel lehet igazán megmunkálni. Persze a kézi simogatás is végső soron szükséges hozzá, és az meg porzik. Zajjal is van, tehát például a lakott területen belül nem nagyon lehet dolgozni vele. Ilyen szempontból ez a telep itt isteni jó. Itt legfeljebb a madarakat zavarjuk egy kicsit a csicsergésükbe, ahogy mészünk mögünk. S te embertársainkat nem. Itt most az ország minden részéből csapódtak ide fiatalok, ugye Szlovákiából, Erdélyből, őket mi nem ismertük, de végső soron a anyag szeretet, a képzőművészet szeretete, az mindig közel hozza az embereket egy-két nap után már egymáshoz. A tábor szervezői egy több kategóriában meghirdetett képzőművészeti pályázattal is megpróbálták minél termékenyebb alkotó munkára ösztönözni a művészeket. Az alkotóknak egy pályázatot hirdetünk, hogy csináljanak ilyen kis klasszikai terveket, és ezeket egy szakmai zsűri elé viszük, amikor az alkotótábornak vége van, és ezek döntenek tulajdonképpen ezeknek a kis klasszikai díjaknak a kiadása. Tulajdonképpen ez az országos amatőr Artium tárlat díjai lennének a későbbiek folyamán. A tábor természetesen nem csak az elmélyült szellemi és alkotó munkának kedvezett, de lehetőséget teremtett a tartós baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésére is. S miközben a művészek egymással és a sajátos képzőművészeti technikákkal ismerkedtek, az inspiráló közegben számos remek műalkotás született. Ma délelőtt 32 végzős gépészmérnök hallgató érkezett a Miskolci Egyetemről Ózdra, hogy tájékozódjon az itteni helyzetről, lehetőségekről. Két célja van a látogatásunknak, egyik az, hogy mivel én Miskolci Egyetemen tanítok, doktorálok, és azokkal a hallgatókkal, akik a kapcsolatban vagyok, azokat hoztam el egyrészt, hogy tájékozódjanak az ózdi helyzetről, az ózdi kilátásokról, a munkalehetőségekről, másrészt pedig egy tanulmányi kirándulást megismerjenek cégeket közelebbről. Az egyetemisták látogatást tettek az ózdi acélművekben és a General Electric ózdi üzemében, ahol előadást hallgattak meg és feltehették kérdéseiket is. Ezt megelőzően találkoztak Ózd polgármesterével. A polgármester úr tájékoztatót tartott nekünk reggel a város lehetőségéről, érdekes és sokrétű lehetőséget vázolt fel számunkra, támogatják a mérnök hallgatók elhelyezkedésének a lehetőségeit, szállással, esetleg még a város vezetésében való részvételt is preferálják. Vállalatoknál ugye egyrészt az acélmű kifejezetten érdekes, egy nagy volumenű, nagy üzem, annak a műszaki érdekessége volt nagy, most pedig még jelenleg is folyik a General Electricben a hallgatók tájékoztatása az állás lehetőségekről, és hát ugye itt az az érdekes, hogy egy multinacionális nagyvállalattal így helyben, a régióban kapcsolatot tudnak teremteni. Bevői reklamációs költségek. Ugyanennek az adatbázis. Erre eléggé rá vagyunk kényszerítve. Kristóf Ágnes 2001-ben készítette el az első tanulmányát az ózdi lehetséges regenerációról. Egy része a munkának, hogy terjesszék az ismereteket az itt lévő örökségi értékekről. Ágnes fontosnak tartja, hogy az ózdiak és a tágabb környezet is megismerje a város értékeit. Erre jó alkalom volt az örökségvédelmi festőtábor, amelynek tematikája úgy épült fel, hogy az építészeti és a természeti értékek egyaránt helyet kaptak benne. Miután én, mint az örökségvédelmi hivatalnál dolgozó, és most már a várost ilyen szempontból meglehetősen jól ismerő, tudom, hogy a törzsgyár a központja, a szíve a városnak, és az általa létrehozott lakótelepek, valamint hozzáadott értékként az a fantasztikus táji környezet, amiben ez beágyazódik. Itt találtuk ki, hogy az első két napon a lakótelepeken festenénk, a második két napon a törzsgyárban, és az utolsó két napon pedig a kicsit messzebb lévő táji környezetbe beágyazódott várost festenénk le. Mi az, ami önt lenyűgözi itt a gyár területén? Hát ahol most állunk természetesen, a nagy csarnoknak a végszekciója, ami méreteiben, monumentalitásában, szerkezetében, anyagában egy hihetetlen konstrukció, építészetileg, látványilag, festőileg,
lenyűgöző alkotás. Megakadt a szemem a névjegykártyán, a zárt osztály feliraton. Hát igen, ez saját ötletem volt, egy kicsit féltem tőle, mit szól hozzá a társaság, de miután ez a feladat, amiben én belekezdtem, és hát rajtam keresztül az Örökségvédelmi Hivatal, ez Magyarországon ma még egy kicsit örültségnek hangzik, amit Nyugat-Európában már sikeres projektekként végigvittek. Úgy gondoltam, hogy nem teljesen normális az, aki a hazai körülmények között erre vállalkozik, hogy bebizonyítsa, hogy ezt nálunk is meg lehet csinálni, és ebből jött a zárt osztály jelleg. De a Z-be, az Ózdnak az apostrofa jelölt kezdete is benne van, és természetesen az árt a művészet. Tehát egy szójáték akart lenni, amiben mindez a gondolatban, az összes gondolat benne van. Tervezik-e, hogy hagyomány lesz ebből a táborból, esetleg jövőre is megtartják-e? Igen, mindenképpen így is terveztük. Egy kicsit későn kezdtünk a szervezéshez tavasszal, mert megpróbáltuk volna már nagyobb kontextusba helyezni, akár úgy, hogy külső szponzorokat rámozdítani újságoktól, médiáktól, de erre nem volt idő. Úgy gondoltuk, hogy ez a próba, az első, de hagyományteremtő, tehát jövőre szeretnénk, ha folytatódna. Én úgy gondolom, és az itteni résztvevők alapján ezt most már szerintem biztosan állíthatom, hogy az Örökségvédelmi Hivatal indította a szervezést, és kezdte ennek szponzorálását, de ez önjáróvá fog válni, és jövő évtől kezdve én azt szeretném, hogy a mi részvételünkkel és támogatásunkkal, de már a helyiek szerveznék, és ez évről évre egy biztos pont lenne az életükben, az itteni festőknek és a kevésbé ismert festőknek, akik még esetleg nem jártak itt, hogy itt egy örökségvédelmi tábor, festőtábor zajlik minden évben. Az amatőr festők munkáját Kelemen Marcell festőművész segítette, aki a reggeli mustrákon mindig értékelte az előző nap elkészült alkotásokat. A napi munka során pedig útmutatásaival és tanácsaival próbálta az alkotás nehézségein átsegíteni a tábor résztvevőit. Én vagyok az úgynevezett tanár, vagyis útmutatást tudok adni a kezdőknek is, és remélem azoknak is, akik már mélyebben ástak bele a művészetnek a rejtelmeibe. Azt hiszem, hogy ez az én dolgom, megmutassam a kezdőknek a technikákat, egyáltalán az eszközöket hogyan lehet használni, meg arról is beszéljek, hogy hogyan lehet viselkedni, mint festő egy adott térben, egy adott környezetben. Megfogadják a hallgatók a tanácsokat? Nagyon igyekeznek. Szóval komolyan mondom, régen találkoztam ilyen társasággal, ahol ennyi lelkesedés és ennyi figyelem övezi a munkát, nagyon jól érzem magam köztük. A reggeli mustrákon mi szokott történni? Az előző napi termést elemezzük egy kicsit, elmondom az egyes képekről, vagy az egész napnak a történéséről a véleményemet, amivel nyilván további instrukciókat kapnak a tábor résztvevői, hogy hogyan folytassák a munkát. Ön is fest itt kint, vagy csupán a táborozók munkáját segíti? Hogy csupán, azt nem mondanám, hogy csupán, hiszen egy teljes embert igényel a dolog, mert embertől emberig szépen és sorba, és mikor utolsóhoz értem, akkor ön ismét az első, hogy igazából időm és energiám sincsen, hogy a festésre egyáltalán gondoljak. A tábort vasárnap egy kiállítás zárta, ahol az egy hét alatt elkészült alkotásokból láthattak válogatást az érdeklődők. Az Általános Művelődési Központ galériája talán még soha nem adott otthont ilyen rövid ideig egy kiállításnak, hiszen a tárlat címe is elárulta, hogy ez bizony egy egyórás kiállítás. Az ok nagyon egyszerű. A táborozók utaztak haza, így a képeknek le kellett kerülniük a paravánról. Természetesen a kiállítás rövid megnyitóval kezdődött, ahol Kelemen Marcell Festőművész Intézet néhány kedves mondatot a kiállító alkotókhoz és az érdeklődőkhöz egyaránt. Azt hiszem, hogy a hét alatt mindenki el tudott indulni már, hogy minden alkotó egy irányba, amit még nyilván követ majd másik irány, meg harmadik irány, de azt hiszem, hogy mindenki nagyot lépett, amit én tapasztaltam és néztem. Hétfőn délelőtt ugyanis nagyjából olyasmikről volt szó, hogy hogyan fogjuk meg az ecsetet, melyik kézzel, meg hogy mibe mártsuk. Óriási nagy reszketések és félelmek, riadalmak a tekintetekben. És ezek a riadt tekintetek napról napra csillogóbbak lettek és elszántabbak, úgyhogy egy érdekes kis folyamatot követhettem én végig, mert nagy örömre szolgált. Egyrészt ugye, hogy elhangzott, hogy valami eredménye is lett ennek. Most aki
nem látta például a hétfői napnak a termését, az nem tudhatja. De hozzáteszem, hogy már hétfőről is vannak itt műalkotások, szóval nem arról volt szó, hogy a hatodik napra sikerült valami épp kézlábat vagy használatot összehozni, úgyhogy azt hiszem, szép jövő előtt álló alkotók sora állít most itt ki. Az egészen fiatal generációtól kezdve, egy olyan generációig is, amely generációban szinte már illetlenség elkezdeni bármit is. Na most nagy örömömre szolgál, hogy a legidősebb generáció is a legfiatalabb generáció lelkesedésével és nyíltságával állt neki ennek a dolognak. Ami szerintem egy külön megható értéke ennek a kis közösségnek. Ózdi Örökségvédelmi Festőtábor résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás az Általános Művelődési Központ galériájában. A 150 éves ózdi gyártörténet maradványait bemutató tárlatot Demeter Sándor, a Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg, majd Kristóf Ágnes, a projekt vezetője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Megkérdeztem Kelemen Marcell festőművészt, akit emlegetett Sándor. Ő volt a művészeti vezetője a tábornak. Amikor hazamentünk és találkoztunk, hogy árulja már el, hogy tudott ilyen eredményt elérni ezzel a társasággal, hiszen nagy részük tényleg először találkozott a festés művészetével. És Marcell akkor a következőt mondta nekem, hogy egy kicsit könnyű dolga volt. Most ezzel meglepődtem, mert így folytatta, hogy egy kezdővel a nulláról hatalmas ugrást elérni mindig könnyebb. Sokkal nehezebb aztán onnan tovább lépni, egy bizonyos szintről tovább fejlődni. Ez nagyon megdöbbentett ez a gondolat, mert én azt hittem, hogy neki sokkal nehezebb dolga volt a kezdőkkel, és gyakorlatilag mindannyian kezdők vagyunk, még azok is, akik egy-két éve festenek. Aztán elgondolkoztam, és egy párhuzamot láttam felfedezni a város élete és az ő mondatai között. Mert úgy gondolom, hogy a városra is igen jellemző ez a gondolat, hogy sokkal nehezebb egy bizonyos szintről tovább jutni és fejlődni, mint a nulláról egy nagy ugrást elérni. Mivel a kész alkotások korábban csak egy rövid szemle erejéig voltak láthatók, így értelemszerűen vetődött fel a gondolat, hogy a tábor résztvevői egy hosszabb ideig tartó kiállításon is bemutathassák munkáikat az ózdi közönség előtt. A képek azóta keretet kaptak, kiállításra kész állapotba kerültek, így most két héten keresztül bárki megtekintheti őket. A tárlat képei kicsit más szemmel mutatják be azokat a régi épületeket és helyszíneket, amelyek az egykori vaskohászati múlthoz köthetők, de a letűnt korok ellenére még ma is állnak. Az alkotók javarésze először vett részt ilyen alkotótáborban, de a gyakorlottabb társak és művészeti vezetőjük segédlete alatt hamar elsajátították a különböző képzőművészeti technikák alapjait, melynek birtokában kreatív és egyéni alkotások születtek. A tárlat képei október 12-től a Budai Vár örökségvédelmi kiállításán is megtekinthetők. Országszerte több városban találkozhatunk a Tesco és Intes párüzleteivel. Ózdváros vezetése is huzamosabb ideje folytat már tárgyalásokat arról, hogy városunkban is épüljön ilyen bevásárlóközpont.
Közel egy éve folytatunk tárgyalásokat mind a két multiáruházzal, különböző tedődeteket ajánlottunk a multicégeknek, többet között a táblási temetővel szembeni tedődetet, amit nem fogadtak el, mindenképpen be tedődettel szeretnének jönni. Jelenlegi állapot szerint az AMK melletti tedődettel jönnének. A tárgyalások tehát már a végső stádiumban járnak, de még nem dőlt el, hogy melyik cég költözik Ózdra. A tárgyalások folyamán a magyarországi döntés két héten belül lesz a Tesco esetében, utána Angliában fognak dönteni, hogy Ózdra települnek-e vagy sem. A Interspar esetében ők két héten belül ígérték a pontos választ. Mi azt mondtuk, hogy amelyik cég előnyösebb ajánlatot tesz a városnak, azt fogjuk elfogadni mindenképpen. A Tesco esetleges érkezésével nem csak egy élelmiszerbolttal lenne több városunkban, hanem több munkahelyjel is. Az önkormányzat számára és a város számára mindenképpen előnyös lenne a Tesco áruház Ózdra való települése, ha csak arra gondolunk, hogy közel 200 munkahelyet teremtenének, és a helyi adóbevétel sem elhanyagolható, valamint a területből származó bevétel sem. A város vezetése tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy a két multicég valamelyike Ózdra települjön, a döntést most már a cégeken múlik. A február a farsang időszaka. Ekkor a város valamennyi általános iskolájában jelmezbe bújnak a tanulók. Nem volt ez idén másképp a Vasvárúti általános iskolában sem. A farsangi bál a karnevál hercegének és hercegnőjének nyitó táncával kezdődött, majd a nyolcadikos tanulók keringőjével folytatódott. A vasváros hagyományok szerint idén sem maradhatott el a negyedik osztályosok polkája. A nyitótáncok után már a jelmezes felvonulások következtek, melyek között találkozhattunk táborozókkal, sportolókkal, udvari bolonddal, muzsikusokkal, szakácsokkal, boszorkányokkal, és egy valódi magyar disznóvágást is láthattak a rendezvényre ellátogatók. A 2004-es nyár teljesen kiszámíthatatlan, de a vízparti vidámparti szervezőinek sikerült az idei versenyekre kánikulai időt kifogniuk. Szombaton rekkenő hőségben indultak a strandon a küzdelmek az egyéni és a csapatsportágakban is. És ami még nagyon fontos, jókora érdeklődés mellett. Megint elég sok csapat nevezett, röplabdában 11 csapat nevezett, fociban 6, kosárban pedig 7 csapat nevezett. Az egyéni sportágban is asztali tenisz, sakk, a büntetőrúgás és a büntetődobás, kosáradobásban is elég sok jelenkező van. Az idő is úgy gondolom, hogy a versenyzők a sportolók mellett volt, és mindenki pozitívan értékeli a rendezvényt. Te hogy látod? Én is úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat, és aminek nagyon örülök, és remélem, hogy a versenyek befejeztével rengeteg, nagyon sok szép ajándékunk van, hogy mindenki jó első érzésre fog távozni a strandról. A nyári hónapokban egyre nagyobb teret hódít magának a strand kézilabda, Ózdon azonban a kosarasok, a futballisták és a röplabdázók próbálhatták ki magukat. No és néhány kézis is jelentkezett az előbb említett számokra. Az OKC és Vitális Gábor és a bőcsi női csapatban szereplő Szántó Andrea sem mozgott idegenül a nagyobb labdával. Nagyon színvonalosnak tartom, sok csapat nevezett, sőt külföldről is érkeztek játékosok. A foci az kicsit nehéz, mert mély a homok. A kosárlabda az szerintem az színvonalas volt. A röplabdát ugyan még nem játszottunk, de szerintem az is megfelelő lesz. Pingpongban is sok ember indult. Szerintem ez az egész napos rendezvény el fog érni a célját, és mindenki jól fog szórakozni. Láttam, hogy azért nem mozogtál idegenül a kosárpályán sem, bár azért más, mint a kézilabda. Hát igen, hát... Egyrészt a edzéseken szoktunk bemelegítésképpen kosarazni, másrészt végül is főiskolát végeztem, ott pedig kötelező tantárgy volt a kosárlabda, úgyhogy valamilyen szinten el kellett sajátítanunk. Jó, mi van csinálva, tetszik, jó emberek vannak itt, úgyhogy jó. Csak kosárlabdában indultál a mai napon? Igen, de még röplabda is hozzá, úgyhogy ennyi. Hogyan sikerült eddig ez a mai nap, hogy szerepeltetek?
A kosárlabdában azt hiszem, hogy úgy negyedikek voltunk, ott egy picit elrontottam egy pár dolmit, vagyis velük is, és a röplabda az még elég jó megyünk. Szerintem nagyon jó. A fiatalokat végre összefogja a városba. Sokszor kéne ilyet csinálni, hogy végre megmozduljon valami ebbe a városba. Tehát néha olyan simlis napok vannak, most pedig olyan nagyon jó összefogja, akik tényleg is sportolnak, meg akármilyen sportákba beneveznek másikba, mert ki akarják magukat próbálni, jönnek külföldről, hollandok, szlovákok, és így jó, szerintem ezt mindig folytatni kéne. Hogyha jól tudom, akkor te is hoztál határon túlról embereket. Hát igen, a rokonokat meghívtam erre a partira, és jó érzik magukat, nagyon tetszik nekik, jövőre megígérték, hogy még jobban, erősebb csapattal jönnek. Az 5. vízparti vidámparti egészen este 6 óráig tartott, és mint a véleményekből is kitűnik, a résztvevőknek nagyon tetszett az idei versengés. Ebből kiindulva pedig kijelenthető, jövőre a hagyomány biztosan folytatódni fog. Kiváló időben és rengeteg nevezővel kezdődött el az idei versengés, és mint megtudtuk, a sporták hazai krémje ellátogatott Ózdra, hiszen egy-két motoros leszámítva azok jöttek el a meghívásos viadalra, akik az országos bajnokságokon és a nemzetközi seregszemléken is meghatározó szerepet játszanak. Kicsit meleg van, tehát a motornak nem igazán jó. Nem is az érdekelt, hogy engem mennyit megyek, hanem az ellenfelek, illetve a felső kategóriák, hogy a felső kategóriával egyező időt megyek, tehát igazán meg vagyok vele elégedve. Címvédőként érkeztél itt Ózdra, mit vársz a mai napon? Hát címvédőnként fogok elmenni. Ugyanazzal a motorral jöttél, mint tavaly, van-e valami változás rajta? Hát igazából van változás, a motort vissza kellett butítani, hiszen tavaly 5-8-at mentem, ma csak idén 6-4-6-3 lesz, mert a magyar versenykiírás szigorították, sokkal utcaibb kivitelnek kell lennie, mint versenykivitelnek, ezáltal vissza van butítva, úgymond. Milyen a negyedik Qualitop kupa, hogy tetszik eddig, milyen a mezőny? Jó, igazándiból a mezőnyt ismerjük, hogy mindegyik versenyen nagyjából együtt indulunk, egy-két helyi versenyző van, úgyhogy itt mint barátokat üdvözöltük egymást. Voltam már régebbi versenyeken is. Akkor más motorral ugyan, de indultam akkor is. Hogy tetszik a mostani, szerinted milyen mezőn gyűlt össze? Szerintem nagyon jó maga a verseny, az időjárás, hál' Istennek, nagyon barátságos velünk. Pálya én szerintem jó, nagyon jól fog az aszfalt. Többit meglátjuk. Tehát akkor rajtjelzés és húzni tövig? Így van, ahogy mondod. Ami kifér a csövön. Mi az, amit végsebességben itt elérnek a motorok, személy szerint a tiéd? Hát olyan 170 környékére gyorsul fel ezen a 200 méteren. Mire lehet ez elég ebben a mezőnyben? Hát remélem, hogy legalább a harmadik helyet el tudom csípni. Én mindent megteszek, többit meg majd meglátjátok.
Délelőtt 10 órakor az edzésekkel kezdődött a Qualitop Kupa, a mért futamok előtt pedig némi pihenőt kaptak a motorosok. Az aszfalt azonban ekkor sem volt üres, ugyanis a világhírű Street Fighter, Erdős Csaba a tavalyihoz hasonlóan ismét fergeteges showműsort mutatott be a közönség legnagyobb megelégedésére. Erdős és társai ezúttal két Buell típusú géppel villogtak, valamint a saját gyártású Dragsterét is elhozta Ózdra, amivel álló helyzetből 4 másodperc alatt gyorsult föl 200-ra. Nagyon elégedett vagyok, hál' Istennek az idő is nagyon jó, a versenyzői részvétel is sokkal jobb, mint tavaly, többen jöttek el. Nagyobb kategóriákba is indulnak motorok, ami elég veszélyes, mert sajnos itt a mögöttünk látható szigetet nem sikerült eltávolítani, ezért a 201 méter után van ott egy rövid fék, távolság, fék út, úgy mondom, és akkor utána egy erős balkanyar. Ha ez a szigat nem lenne itt, akkor nagyobb lenne a versenypálya egyenes szakasza, de a versenyzőket először megkértük arra, hogy óvatosabb menjenek végig a pályán, nézzék meg, hogy milyen lesz az a kanyar, hogyan tudják bevenni. Eddig nem volt semmi baj, mindenre felkészültünk, remélem balesetmentes lesz a verseny és sikeres. Ott a célban 1/8 mérföldnél mekkora sebességgel érnek oda a legnagyobb kategóriájú motorok? Hát a sebesség az nagyon változó, egy olyan a kisebb kategóriákban egy ilyen 150-160, a nagyobb kategóriában akár 200 fölött tudnak menni a motorok. A délutáni mért futamok arra is választ adtak, amit délelőtt még csak sejteni lehetett. A nagyobb kategóriák menői vívtak éles harcot az abszolút elsőségért, amelyet végül Szőlősi Csaba szerzett meg, akinek alig több mint 6 másodpercre volt szüksége az 1/8 mérföld teljesítéséhez. A negyedik Qualitop Kupa, amint azt korábban is megszokhattuk, ismét közönség sikert alatott, jövőre pedig már az ózdiak egy országos bajnoki futam rendezését szeretnék megszerezni a Magyar Motorsport Szövetségnél.